második Rákóczi Ferenc Kárpátai Magyar Főiskola a Géniusz Alapítvánnyal közös szervezésben 13. alkalommal szervezte meg a Kárpátai Magyar Tudományos Diákkori Konferenciát a magyar kormány támogatásával. A programra 2018. júliusától 2019. február végéig lehetett jelentkezni, tehát a kutatóknak volt idejük megírni a tudományos munkát. A TDK szabályzata illeszkedik az Országos Tudományos Diákkori Konferencia szabályzatához. Ugye a Kárpátalján nagyon sok konferencia van, de ez az egy olyan, ahonnan diákokat az Országos Tudományos Diákkori Konferenciára lehet delegálni. Tehát a megadott idő alatt 21 fő jelezte a jelentkezését, nyújtotta be a dolgozatát. A 21 dolgozatot 40 opponens értékelte, hiszen szabály az, hogy egy dolgozatot legalább 3 opponensnek értékelni kell, és ha 2 támogatja előadásra, akkor előadhat a konferencián. A 21 előadó 4 különböző szekcióban ad elő, természettudományi szekcióban 6-an, fizika-matematika szekcióban 5-en, humántudományi szekcióban szintén 5-en, és tanítás-tanulás módszertan, valamint tudástechnológia szekcióban szintén 5-en. Őket 22 zsűritag értékeli, illetve nem csak értékeli, hanem ötletekkel, tanácsokkal látja el az előadókat a munkájukkal kapcsolatosan, hogy hogyan kell tovább fejlődni, milyen irányba kell tovább haladni. Tehát 22 szakmailag elismert professzor zsűri ad számukra tanácsot, iránymutatást. A zsűri úgy van összeállítva, hogy a Beregszászi Főiskola, az Ungvári Egyetem és egy határon túli, minimum egy határon túli zsűri ül a bizottságban. Ez azt jelenti, hogy az Erdélyi Szapienci Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem levéltárak, tehát 9 különböző felsőoktatási intézmény vagy kutatóintézetéből érkeztek a zsűri tagjai. Nagyon sok lehetőséget kapnak azok a diákok, akik az Országos Tudományos Diákkori Konferenciára kijutnak, hiszen az elmúlt napokban értesültünk arról, hogy számos ösztöndíjat csak úgy kaphatnak meg, ha ott helyt állnak. Kapnak diákok pontot, már hozott pontok, tehát a dolgozatjaikra 50 pontot, és itt a mai szereplésükön is szintén 50 pontot tudnak összegyűjteni. Stílus, előadói készség, kutatásmódszert, annak a bemutatása, irodalmi felhasználtság és egyéb dolgokra kapnak pontot, így jön ki a maximum 100. Szekciónként annyit juttat tovább a zsűri, amennyit jónak lát. Ez azt jelenti, hogy egyet, vagy egyet se, de akár mind az 5-6 előadót is tovább juttathatja, ha arra érdemesnek találja. Azt gondoljuk, hogy a tudás továbbadás, átadása az nemzeti ügy, a tehetséggondozás az nemzeti ügy, hiszen a tehetség az a megújuló társadalmi tőke, amelynek támogatásával a nemzetbe, a jövőbe fektetünk bele, és a 21. század legnagyobb értéke az a tehetség, és a legfontosabb értéke is, hiszen akinek intelligenciája van, ami a legnagyobb erő a világegyetemben, az bármilyen nehézséget le tud küzdeni. A tanulás az a fegyver, amivel meg lehet változtatni a világot, semmi mással, csak a tudással és tanulással. És mindig mondjuk a diákoknak, hogy ne vegyék zokon a zsűri kritikáját, megjegyzéseit, hiszen nem ellenük mondják, hanem értük, hiszen már a Bibliában is meg van írva, hogy a bölcsesség és a szorgalom az mindig csak jó útra visz, és ez az értéke az életünknek, és úgy gondolom, hogy ez a rendezvényünk is elérte a célját. A Géniusz Jótékonysági Alapítványnak tegnap zárult le egy 30 órás programsorozatja. Mi az összefüggés az és ez között, mert ugye ott direkt ilyen tudományos konferenciákra való felkészítés ment. Hányan vettek részt a mai résztvevők közül ezeken a folyamatokon is? Igen, egy 30 órás, 6 alkalmas továbbképzésre került sor. Elsősorban azok számára, akik a TDK-ra készülnek, TDK dolgozataikat írták, és az Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumban vesznek részt, de természetesen mindenki számára nyitott volt a program, hiszen ha a tudást nem adjuk át a széles tömegeknek, a nagy közönségnek, akkor a kalapra illesztett páva toll marad, amivel egy-egy ember ékeskedik, de az szerintem semmire nem vezet.
ezen a program sorozaton megtanulták azokat a lehetőségeket, módszereket, kutatásmódszertant, dolgozaták készítési feladatokat, részfeladatokat, ami szerintem nagyon hasznos volt a dolgozat elkészítés és a mai napi bemutatása során. Ott 26 előadó volt a 30 óra alatt, 24 különböző felsőoktatási kutatóintézetből, ösztöndíjprogramtól, hiszen levéltár ismeretet, levéltár használatot, modern könyvtár használatot és számos ösztöndíjprogrammal is megismerkedhettek a hallgatók, hiszen az a cél, hogy minél szélesebb körben, minél nagyobb merítésből találjuk meg ezeket a fiatalokat. Azt gondolom, hogy a információhiány és tehetséggondozás nélkül nagyon sok tehetségünk elkallódik, és mi kárpátaljai magyarok nem engedhetjük meg magunknak, hogy elpocsékoljuk, elpazaroljuk a tehetségeinket, úgyhogy mi mindent megteszünk, minden lehetőséget megragadunk a felsőoktatásban és a középiskolai, általános iskolai oktatásban is, hogy minden tehetséget megtaláljuk, felkaroljuk és támogassuk a tudományos vagy éppen a művészeti pályáján, hiszen talán az közhely, hogy a tudás hatalom, de mi valljuk, hogy a tudás boldogság is, hisz akinek mérható tudása van és szertágazó ismeretei, az meg tudja különböztetni a pozitív célt a rossztól, a jó dolgokat a rossz dolgoktól, és a hamisat az igaztól, vagyis helyesen tud dönteni, ezzel a saját boldogságát és boldogulását is elő tudja segíteni.